No hát, sziasztok srácok, én Nixpiók is elkezdtük egy olyan videóhoz, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint megtaláljuk Messit a Mineside, vagyis a Minecrafton belül. Szóval nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok! És a mai videóban akkor igazából nem is húznám tovább a szót, ugyanúgy felmegyünk a szokásos Mineside szerverre per C, vagy per PC leart. Viszont srácok, mielőtt belekezdünk ebbe a videóba, mi ezt nem tudom, mi a másikra kell mennünk. Viszont srácok, mielőtt belekezdünk ebbe a videóba, szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy nyomjon egy lájkot, iratkozzon fel és ne felejtsen meg nyomni a csengőt, hogy ne maradjon le a többi tartalomról. Illetve srácok, ha még nem tettétek volna, megkövessétek be a Facebook oldalon, hamarosan ugyanis én egy sorsás, amiben te is bekerülhetsz egy videóba, abban az én videómban. Szóval igazából azt ajánlom mindenkinek, hogy tényleg kövesse be a Facebook oldalamat. Ezek mellett légy szíves srácok, kövessetek be Twitch-en is, ugyanis ez nagyon-nagyon számít. Nagyon napi szinten vannak élő adások ott, és akkor igazából tudtok velem beszélgetni, közösen játszani, tanácsokat tudok adni, hogyha kértek, mint nem, mintha olyan profi lennék, de értitek. Illetve srácok, írjátok egy kommentbe, hogy kit szeretnétek még, hogy megtaláljak, vagy így ki legyen az, akinek a bázisát megtaláljuk. Szóval, na, nem is üzen te a szót, Messit fogjuk megtalálni a Minecraftba, amihez igazából pár színre van szükségünk, kékre, pirosra, pont fordítva mondtam a színeket, tudom még, de rosszat is választok. Szükségünk van még aranyblokkra, vagy sárga blokkra, most ez mindegy. Szükségünk van lámpára, karra, sima kőre, ezek mellett szükségünk van fekete, valamilyen fekete blokkra, most ez is ugyanúgy legyen, akkor milyen blokk legyen? Festett üveg? Ne, fekete gyapjú legyen. Redstone-ra van szükségünk, ami itt van, illetve erre, és igazából ennyi az egész. Na, mit kell csinálni, srácok? Nagyon egyszerű, mutatom is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Utána 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ezt is várjatok? 1, 2, 3, 4, 5. Elég a 20 is, rájöttem, buta vagyok. És akkor ugyanúgy ezt a másik oldalt is így szépen megcsináljátok. Ez pedig szerintem ez igazából nem túl bonyolult feladat. Na! Most jön az, hogy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ezt is így szép, vagy mi van? Mennyi volt ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ezt is szépen összekötitek. Ezt megcsináltok a másik oldallal is, igazából ezt sem fogom kiszámolni, hanem simán csak így szépen viszintesen megcsinálom. Hány blokk távolságra van? 4, jól van. 1, 2, 3, 4, akkor ezt is így szépen megcsináljuk. Így össze is van igazából kötve a dolog. Így nép. Na, köszönöm szépen ez a feliratkozást. Ahogy látjátok, ez pont nem ugyanolyan, ugyanis itt egy blokkal hosszabb, szóval nem gond, meg ki tudjuk javítani, így ennyi az egész. Szóval azt így szépen megcsináltuk, akkor ezeket így össze kell szépen már csak kötni ezt a két részt, valahogy így, ahogy én csinálom, így nép. És akkor egy ilyen ember ruha alakzatot kell kapnotok, ha mindent jól csináltatok. Na, most én az, hogy ezzel kezdünk egy kékkel. Szóval egy két rétegen keresztül kéket használunk. Így né. Ez igazából nem olyan bonyolult, szerintem ezt bárki meg tudja csinálni. Ezután pedig így szépen ez jön a piros. Aki igazából tudja, Messi ugyebár a Barcelonában játszik, szóval gondolom azért kell ennek a teleporthoz ilyen színek, de igazából én még sose építettem meg ezt a teleportot, szóval nem tudom, hogy ez működni fog-e, remélem igen. Aztán megint jön egy kék rész, így né, aztán ugye piros, és megint kék, ha esetleg van még hely. Viszont srácok, ha eddig tetszik a videó, légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkoztok fel, és ne felejtsétek el nyomni a csengőt. Ugyanis engem ezzel tudtok támogatni, illetve mindenféleképpen írjátok le, srácok, amúgy kicsit egyszerűsítek a dolgokat, remélem nem haragudtok meg, így né, akkor csak egy ilyet, hogy per copy, és ide jövök, per paste. Azért szerintem ez így egyszerű, kiadjuk két blokkot, per paste. Most ezt kijelölöm,
azért az így mégis csak egyszerűbb. Szóval srácok, írjátok le kommentbe, hogy nektek ki a kedvenc focistátok, és akkor az tök jó lenne, hogy azt így leírnátok, mert érdekel engem tényleg, hogy ki milyen csapatot szeret, vagy ki az, akit kedvel, amúgy, ja, szóval tök fontos lenne, meg ilyesmi. Per copy, így nép per poste. Na, ahogy látjátok, így szépen ki is jöttek a színek viszonylag, és ugye akkor itt, hát ezt a saját kézileg kéne megcsinálni, mert azért ez nem olyan hosszú. Szépen kidobjuk, ezt pedig kiválasztjuk, ugye itt jön még egy kék, így nép, majd kettő pirossal zárjuk be a dolgokat, így nép. Majd itt is ugyanúgy, itt ugye pirossal kezdünk, majd kékkel zárunk, így jön ki szépen, nagyon jól a dolog, minden. De azt így szépen megcsináljuk, nagyon jó. Na, innentől már a nagyon egyszerű rész jön, annyit kell csinálni, hogy itt megnézzetek, hogy kb. Mi a közepe, ugye valahol ez a kettő a közepe, ez. Akkor fogjátok magatokat, és így szépen, vagy jó számolt, vagy 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor ez a közepe, hoppá. Vagy ez a közepe pont, jól nézem, ott van kettő, ott hár, nem, ez a közepe, 1, 2, 3 és fél, hát, ezt nem értem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor ez a közepe csak ilyen csalódása a szemnek, mert az a csíkozás, na nem baj, ezt is szépen így összekötitek, így lehúzzátok így a közepéig, majd, mikor ez megvan, akkor itt ki kell lúgni a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nek, és figyeljétek, így szépen építeni kell ilyen keresztbe lévő dolgokat. Majd ezután ide rakunk ilyet, utána nem, ide nem rakunk, itt kimarad, ide. Hát ez nagyon szép volt XP, csak így tovább. Így ezt szépen megcsináljátok, majd így ide szépen jön egy darab szép dolog. Aztán ezeket ugye szépen összekötitek redstone-nal, nem annyira bonyolult azért. Ez is szépen megvan, ahogy látjátok. Ide pedig rakni kell ilyen köves izét, így né. És ide jönnek a karok, figyeljetek, így. Na, most el fogunk teleportálódni, ha mindent jól csináltunk. Úgy kell meghúzni a karokat, hogy 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, wow, úristen srácok, hol vagyunk? No ne, itt vagyunk egy focipályán, na jó, ezt nem hiszem el. Srácok, itt vagyunk egy focipályán, és no ne, szerintem ez a Barca stadionja, milyen durva, itt vagyunk a gyepükön. Na jó, ez nagyon durva, itt ugyebár a nézőtér, ez itt valami öltöző, gondolom itt van az öltöző, itt fel lehet menni ugyebár gondolom a stadion ülő részére. Egy város közepén van, te jó ég, ez milyen jól néz ki, ez hihetetlen. És gondoljátok el, itt szokott játszani a Barca, ott van a két kapu, így gyakorolnak meg minden, azért ez elég durva. Hát meg itt, ahogy elnézem, itt van ugye a kocsiknak a parkoló, a házak is itt vannak. Na jó, ez nagyon-nagyon durva, itt ez egy hospitál, jól olvasom, és egy kórház, nem, ez egy hotel. Hát gondolom, itt szoktak megszállni a futballisták, hát nagyon jól tudok beszélni, látszódik. Ez micsoda, ez a titkos ajtó itten? Menjünk csak szépen le? Ez gondolom, hogy vészkiárat, vagy nem tudom. No, srácok, ez nagyon-nagyon durva azért, hogy itt vagyunk, és itt van egyszerűen a itt szokott játszani a Barca, ez nagyon-nagyon durva. Viszont srácok, így, hogy sikeresen ezt megtaláltuk, ti amúgy nyugodtan felfedezhetetek ezt a várost, hogyha elteleportáltok, én viszont most nem szeretném. Viszont, hogyha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, ezzel engem nagyon-nagyon támogatok, illetve ne felejtsétek el játszani a Mindsight szerverén, www.mindeside.hu, ott tudjátok letölteni a kliens, szóval légy szíves, tegyétek meg. És akkor köszönöm a figyelmet, én XP voltam, következő videóban találkozunk, like, sub, csengő. Sziasztok! Ha te is ki szeretnéd próbálni Magyarország egyik legeslegjobb szerver közösségét és szerverét, akkor töltsd le te is a mindsight.hu-t. Nincs más dolgod, mint fellépsz a leírásban lévő weboldalra, rámész arra, hogy letöltés, és letöltöd a kliensünket. A kliensünk mellé kötelező javát használnod, és ebből is a legeslegújabb verziót. Hogyha ez nincs meg, akkor töröld le az előző javát a gépedről, úgyhogy minden egyes fájlt és mindent letöröld, ami a javához kapcsolódik.
és azután töltsd le a klienst és telepítsd. De hogyha esetleg te nem szeretnéd letölteni a klienst, akkor először regisztrálj be a Mindcenterbe. Itt van, hogy Mindcenter és regisztráció. Amint rámegyünk, egy ilyen weboldalra fog minket szépen bedobni. Itt beírd a felhasználónevedet, az e-mailedet, a jelszódat kétszer, remélem, hogy nem vagyok robot, és beregisztrálsz. Amint ezzel megvagy, már meg is nyithatsz egy akármilyen launchert, beírtod, hogy play.mineside.hu, és amint ezzel megvagy, már fel is tudsz jönni a IP-s szerverünkre, próbáld ki te is Magyarország egyik legjobb klienses szerverét, és Magyarország legjobb IP-s szerverét.